A Philadelphia és a San Franciscói Operaház is lemondta Placido Domingo közelgő fellépését. A Los Angeles-i Operaház pedig közölte, hogy vizsgálatot kezdeményez, miután sajtóinformációk szerint az opera legenda 8 énekesnőt és egy balerinát is zaklatott szexuálisan. Domingo 2003 óta az LA Opera főigazgatója, korábban az intézmény művészeti vezetője volt, így feladatai közé tartozott a szereplő válogatás is. Egyik vádlója szerint hatalmában állt felemelni vagy kettétörni karriereket, életeket. Ez is azt bizonyítja, hogy a szórakoztatóipar minden szegmense érintett ezzel, de örülök, hogy ez kiderült, mondja egy zenerajongó. Talán jövőbeli fiatal emberek majd megállnak egy pillanatra és elgondolkodnak, hogy hol is vannak a határok, és betartják azokat. Akik nem voltak hajlandók szexuális kapcsolatot létesíteni a sztárral, azoknak vagy egyáltalán nem, vagy csak apró szerepek jutottak a színpadon. A 78 éves világklasszis erre tömören csak annyit reagált, hogy zavarbaejtően és pontatlanul megfogalmazottak a vádak, valamint ő azt hitte, hogy valamennyi kapcsolata egyetértésen alapul. A New York-i Metropolitan, ahol Domingo novemberben lépne fel, egyelőre annyit közölt, hogy megvárják a vizsgálat eredményét, mielőtt döntést hoznának.